Az ötödik helyen zárt legutóbb az amatőr nemzeti bajnokságban a Nyíregyházi Kosársuli együttese. A csapat Farkasinszki Gábor elnöléti edző irányításával hétfőn kezdte el a felkészülést. Az első héten főként a Szent Imre Gimnázium rekordtán pályáján töltik az idejüket a lányok. Az elmúlt szezon csapatából többen távoztak a nyári szünetben. Voltak olyan játékosaink, akik várható volt, hogy távozni fognak. Tehát ugye ilyen a Sándor Fidóra, aki egy adott időszakra jött le csak Nyíregyházára, most úgy gondolta, hogy visszamegy Budapestre, ott folytatja a tanulmányait. A Tóth Kitti, ugye ő keveset volt, sokat volt sérült, de ő szintén Budapestre megy tovább tanulni, és ott folytatja, vagy valamelyik csapatban a pályafutását. A földesi vonaszánál még nem tudjuk, hogy konkrétan mi lesz, és minden, mert ugye olyan iskolába jár, egy ilyen OK és képzés iskolába, ahol most a gyakorlati képzések jönnek egy ilyen gyógytornász szakon, és például úgy néz ki az óra rendje, hogy minden nap úgy vannak órája, hogy nem biztos, hogy meg tudja oldani azt, hogy az edzésekre bejárjon. A távozók pótlására természetesen érkeztek, és még érkeznek új játékosok is a csapathoz. Az a Fegede Dóra, aki tavaly már egy pár mérkőzésen játszott a csapat színeiben, az ott fölvették a nyíregyházi főiskolára, tehát ő itt folytatja a tanulmányait, és a Karolinának, a papánk a Karolinának a testvére, ő is bejön Karolinával együtt, és Magyarországon fogja folytatni a tanulmányait és a kosárlabdát. Ő elméletileg, meg gyakorlatilag is ő ukrán korosztályos válogatott volt, hát bízunk benne, hogy vele kiegészülve azért a csapatunk az kellőképpen olyan játékos kap a hármas posztra, amire eddigi szükségünk lett volna, és még mindig tárgyalásban vagyunk egy gyöngyösi kislánnyal, aki pótfelvételi ideadta be a jelentkezését a nyíregyházi főiskolára. Remélhetőleg ez egy héten belül eldől, hogy ő itt folytatja a kosárlabdát, vagy ugye marad, azt hiszem, az Óbudai Egyetemre járt, mert közben kidolgozott Németországba, és természetesen elkezdjük beépíteni, mint hogy ez minden évben szokása a nálunk lévő fiatalokat. Ugye itt azért Hidas Ilék és a Simoncsik Petr azért két olyan játékos, aki meghatározója, és most elkezdjük a fiatalokat, tehát a 2001-esek közül többen kaptak behívást a korosztályos válogatottakba, és őket is megpróbáljuk úgy beépíteni a csapatba, hogy az jó legyen. Az edzőnő elmondta, hogy Farkasinszki Orsolya, Papp Klaudia és Pál Vivien továbbra is kulcsember a csapatnak, a jövőben is köréjük épül az együttes. Augusztus utolsó hetében Csengerben edzőtáborozik majd az NKS, szeptemberben pedig a hazai csapatok ellen vívott edzőmeccsek mellett a kassaiakkal és a nagyváradiakkal is összeméri tudását Farkasinszki Gyulánia együttese.